Laboratóriumnak fő tevékenysége, mikrofizikai eszközök tervezése, gyártása és tesztelése. Kutatási kísérleteink három fő témaköré sorolhatóak. Az első fő pillérünk az élelmiszerbiztonság, például húsmintából, sertéshúsból, ivóvízből különböző protozoáknak a jelenlétét képesek vagyunk megmutatni. A második fő területünk egészségügyi kutatások, különböző kísérletek. Mi is elkezdtünk foglalkozni koronavírus kimutató eszközökkel, automatizációval például. És a harmadik rész, ez egy picit mérnökibb vetülete a dolognak, mikronos nagyságú részecskéknek, sejteknek az elválasztása különböző folyadékokból. Ez történhet aktív erőtér hatására, mint például elektromos tér hatására. De ez lehet akár például mágneses tér hatására, vagy éppen az, hogy egy fény nyomás hatására, illetve akusztikus hullámok segítségével is képesek vagyunk aktív módon részecskék elválasztására. A laboratóriumunk mégis azzal igyekszik haladni, igyekszik a kutatásait végezni, hogy ne külső aktív erőtérrel, hanem olyan mikrofluidikai alap trükköket használjunk az eszközökbe, amely segítségével passzív módon vagyunk képesek ezeknek a részecskéknek az elválasztására, mint például keringőtumorsejteknek a kiszűrésére, ezek a mikron alatti exoszómák, vezikuláknak az elválasztására, de akár még az autóipar fele fáradt motorolajból mikronos részecskéknek az elválasztására is.